a legeredményesebb magyar női olimpikon hozzánk tanult, aki 60-as olimpiai bajnok, hogy ott lesz a gálán. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nehéz is, meg könnyű is, hiszen mindenki tényleg szívesen jön, és azt azért kajakosok kell sok azt a fajta aréna hangulatot, ami a Duna arénában van, és nem a nevéből fakadóan, azt azért víz közelben, még Szegeden a Magyaréren sem tapasztaljuk meg soha, ami minket ott fogad az ováció, és tényleg nagyon felemelő érzés ott versenyezni. A nehéz arra vonatkozott, hogy most két végén volt nekünk a világbajnokság, ez egy ilyen nagyon év volt, a gyorsasági világbajnokság, hogy az olimpia után rendezték. Egyszerűen ennek az az oka, hogy amikor eltörölték, illetve csúsztatták az olimpiát, akkor a világbajnokságot ugyanúgy hagyták 2021-es évben, és ezért azért vannak olyan olimpiai bajnokok, illetve érmesek, akik nem tudnak sajnos sok lenni a gálán, bár elég szerettek volna, egész egyszerűen azért, mert érthető volna megérdemelt pihenőjüket töltik, de ami nagyon-nagyon számomra szerintem a nézők számára is az lesz, hogy nagy örömmel vesz részt a gálán Buzárdon után, ugye per pillanat Magyarország legeredményesebb női sportolója. Rajta kívül ez még az olimpiai bajnokok csapatát erősíti majd Csipes Tamara. Ugye most alkotott igazán kimagaslót a tokiói olimpián, az elejét, hogy már Rióban is olimpiai bajnok volt, illetve hát mellette Zombi Rudolf, aki 2012 óta tagja a Magyar Olimpiai Bajnokok klubjának, illetve hát a csapatoknak is. Ezen kívül még egykori versenytársammal, Kamerer Zoltánnal erősítjük, remélhetőleg erősítjük ezt a csapatot. Ezt inkább az önerében mondom. Szerintem én vagyok a csapatból az, akit a többieknek kell majd egy kicsit vinni. Hiába igyekszem azért. Rudi mindig egyébként rendes, és azt mondja, csak ugye vele is ezt nem gondol. De tényleg is egyébként ez egy jó fartalom, és ahogy a Gergő is mondta, itt azért kevésbé jönnek vissza szerintem kajakban azok az érzések, mint annak. Azt hiszem, hogy visszajön, és amikor kinézek oldalra, akkor látom, hogy lehet, hogy nem vagyok maradva két-három hajóban. Az érzés az nagyon hasonló, valójában egyébként, hogyha tökörben nézek, akkor korán sem az, mert most is más tudom. És a kihívóink, az ellenfeleink pedig a Zsoldorba többszörös világbajnok lesz. Itt szeretném még mellette kiemelni Csaj Renátát, aki maraton szakában 20-szoros világbajnok. Rajta kívül még Tokióból ezüstérmet hazahozó Varga Ádám lesz majd a világbajnoki váltóban. Mellette Nádas Dence, szintén világbajnok, illetve Béke Kornél tokiói olimpikon és utánpótlásból világbajnok lesz a kihívónk. Arra kérem